Videó, jó. Na, tehát az első eset, a szokásoknak megfelelően mutatom az alapfölvételt, különösebb kommentár nélkül. Tehát ez egy hasimótós, illetve hasi toxikózisos beteg volt, akinek most a bal lebenyét látjuk, az elő meg a jobb lebenyt. Azért ez egy eléggé ritka dolog, ez olyan, mintha az egész pajzsmirigy ugye tele lenne mikrokalcifikációval. Ami hát ugye a Hashimoto-ban miért ne lehetne papilláris rák, de olyan papilláris rák, még egyszer mutatom az egészet. Ugye videót látjátok most is? Videót, jó, oké, jó. Tehát szóval ilyen papilláris rák azért, hogy az egész lebenyt kiteszi, ez nem nagyon van. Ráadásul azért, amit korábban többször beszéltünk, hogy vannak benne nem csak ilyen pöttyök, hanem vonalszerűk is, de azért valójában, ha ilyet látnánk egy körülírt területben, azért ebben mindenképpen bele kellene szúrni. Ritkán néz ki így a Hashimoto, hát ez a Hashimoto, ez így nézett ki. És akkor hát ez az oldal különösen érdekes lesz majd a nagyításban, itt most rosszra állítottam meg, hogy itt azért olyan, mintha itt lenne egy simán kinézhet így egy papilláris rák, hiába, hogy vannak benne ilyen vonalszerűbbek. Tehát azért ez a bal lebeny, ami nem az egész lebeny, hanem itt egy ilyen góc, meg itt egy ilyen góc, ez simán lehetne papilláris daganat. De hát itt ugye nem is a figuráknak a miensége, hanem többen a klinikum, ami elég fontos. Most ugyanezt látjátok, nem ugyanezt látjátok, bocsánat. Most látjátok, megint videó megy? Igen? Jó, oké. Jó. Tehát ezt most a bal lebenyt külön azt mutatom. Ugye itt van hosszban. És akkor itt megállítottam a videót, tehát ugye ez, amit az előbb is mutattam, itt van egy körülírt, ez simán kinézhetne így egy papilláris rák, egy több gócú. Itt is van egy, itt is van egy. Na most hát itt mondom még egyszer azért azt, hogy az ellenoldal az egészen diffúzan így nézett ki. Ez a józan ész szerint azért mindenképpen csökkenti azt a valószínűséget, hogy hát ilyen papillárisság nem nagyon létezik. De hát ebbe azért persze az ember beleszúr. Tehát akármi a véleménye, ilyenben nem lehet nem beleszúrni. De hát valójában ez annyira nem ritka. De hát azért pont a legelső konferencián a Csajbók Évi által küldött beteget mutattam, akinél műtétet javasoltam, és egy szimpla Hashimoto igazolódott nála. Talán az Éva emlékszik még, meg lehet, aki itt volt az első alkalommal is, hogy azért Hashimotónál nagyon sok mindenbe bele lehet futni. Hát nem tudom, mennyire volt érthető, ez volt az első eset, van esetleg ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Igen, igen, tehát ebbe szúrtam bele kétszer, mind a kettő Hashimoto lett. Mind a kettő Hashimoto lett. Tehát, de azért, ha itt most megállítottam valahol, azért, ha megnézitek, vannak ebbe vonalszerűek, de azért nincs olyan jelünk, mint a matematikában, hogy kétszer kettő az négy. Tehát azért ennek a domináló képete az az eogazdag pötty, a kerek. Tehát azért ezt nem lehet nem megszúrni. És mondom, ha a másik oldal nem így nézett volna ki, diffúzan az egész, akkor azt gondolom, hogy ha csak ezt a képet nézzük, ez nem tudom másnak, aki ultrahangban benne van, gyakorlott, erre azt gondolnám, ha csak ezt látnám, és a másik oldalon egy épp pajzsmirigyet, erre azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel papilláris rák. Csak mondom, hogy izolált, ugye rengeteg információnk van, amit nagyon nehéz, hogy mondjam, ilyen algoritmusba beletenni, ugye egyedi esetek vannak, itt ugye nem akarom még egyszer megmutatni, hogy a fönt van a honlapon, valaki akarja, majd megnézi újra, tehát ugye az egész jobb lebeny gyakorlatilag így nézett ki. De ha csak ezt a bal lebenyt látnám, és azt kéne mondanom, hogy most döntsem el az ultrahanglapján, hogy micsoda, akkor azt mondanám, hogy nagyobb valószínűséggel papilláris rák, mint sem. Nem, hát nem. Egyébként jött kontrollra, és hát a sajnos az most nem vettem föl, mert pont akkor volt szervizen az ultrahangom, úgyhogy ez nagy hiba. Úgyhogy persze pont az ilyen érdekes eseteknél, és mind a két oldali lebenye egyértelműen zsugorodott. Az alapszerkezetben nem volt változás, de minden csökkent. Tehát például ez a szerkezeteltés, amiben beleszúrtam, és az első alkalommal volt, mint tudom én, 18-19 mm-es átmérőjű, ez 13 mm-es lett, tehát ekkora lett az egész.
tehát azért a kontrollnak, hát ugye göbös betegnél nem nagyon szokott a göb gyorsan változni, de ugye ez egy hasi toxikózisos beteg volt, tehát régóta ismert hasimótója volt, gyógyszert sose kapott rá, és egyébként pont covidos, na, a bevezetőről beszéltünk, a covid után egy 6 héttel jött, nem volt dökervenye, tehát nem volt szubakút gyulladása, hanem nyilván a hasimótóját aktivált az egész dolog, és ez a, ha jól emlékszem, ez egy tavaly decemberi dolog volt, és februárban jött vissza kontrollra, és akkor mind a két oldali pajzsnyi ugye sokkal kisebbé vált, és benne a szerkezeti eltérések is arányosan csökkentek. Tehát nem csak a citológia, ugye nincs 100%-os citológia, hanem a klinikum is arra utalt, hogy ez egy tényleg egy hasimótós dolog. Bele tudnám magyarázni, hogy miért hasimótó, mert hogy ez tulajdonképpen valószínűleg ilyen fibrotikus mi a nyavaja, így merőlegesen elakapva az útrang sugárral. Hát itt van egy hosszanti, itt is van egy hosszanti, tehát hogyha ugye az ember mindent meg tud magyarázni, de mondom még egyszer, az ember úgy végignézi ezt a felvételt, ez mindenképpen egy gyanús. Más kérdés ezzel kapcsolatban? Mondjan! Aha. Hát itt ugye a hormon eltérése miatt jött két hónap múlva vissza, tehát volt egy 26-os, 28-as FT4 értéke, és februárra az FT4-e 11-2-re csökkent, tehát itt maga a hormon miatt persze jött vissza. Alapesetben nagyon-nagyon ritkán hívok vissza 3-6 hónapon belül beteget, tehát ha nem értékelte a citrógerő, volt már múltkor szó, 3 hónapon belül én nem gondolnám, hogy meg kéne szúrni, mert az előző szúrás okozta vérbőség is problémát okoz. Én alapesetben az 1 évet szoktam tartani, annál gyakrabban csak valami viszonylag kivételes esetben hívom vissza, pusztán az útrang alapján. De egyébként azért nem szoktam fölidegesíteni a betegeket, mert ugye én mindig, az én technikám az, hogy mikor megszúrom, akkor mindig el szoktam mondani, hogy átlagosan magyarországi göbbek 2-3% kockázata van a daganatnak. Ha az útrang tök egyértelmű, akkor azt mondom, hogy hát ezt most illendőségkedvéért szúrtam meg, nem lesz gond. És akkor hozzáteszem mindig, amikor az átlagos kockázat is van, hogy de az gyakorlatilag kizárható, és hát azt gondolom, hogy nem nagyon hazudok, hogy az élet tartamát csökkentő problémát látnánk. Hát ezt nyilván nem akkor mondom, amikor 2 hét alatt a semből nőtt neki egy göbe, hanem a citrógiák 98%-ánál ugye a papilláris daganat merül föl. Tehát ott azt gondolom, hogy nyugodt élekkel korrektan azt lehet mondani a betegnek, hogy majd, mit tudom én ugye pár órán múlva föl szoktam hívni a citrúg eredményével, mert valamelyik szűnőben meg szoktam nézni, és ezt szoktam alapes információként mondani, hogy a legrosszabb esetben, ha meg kell magát műteni, akkor is minden esély megvan, hogy 100 évig éljen. Tehát én ezt mindig el szoktam mondani, a nagyon ritka kivételeknél, amikor mondjuk például egy meduláris karcinomának van gyanúja, vagy mit tudom én, mi a nyavaja, de hát azért az esetek nagy részében ezt azt gondolom, hogy biztonsággal meg lehet nyugtatni a beteget. Hát akkor jönne a következő eset. Most meg, hogy elindítom, ez a 380-as számot látjátok, ugye? Annyit, jó, oké. Okay. Jó, na itt az alap helyzetet mutatom, ugye jobb lebenyben van egy göb, ez sokkal egyszerűbb szituáció. Ugye itt egy sok-sok cisztikus rész van benne, viszonylag több a vonalszerű, és hát főként az, hogy a cisztikus területek mögött helyezkedik el. A másik, ami baromi fontos, hogy sose egyenünk van, ez nagyjából egy teljesen szabályosnak tekinthető göb. Tehát az egy papilláris ráknál ilyen nagyon szabályos göbet, nem mondom, hogy sose látunk, de ez így önmagában megnyugtató. És hát ugye itt van a ciszta mögötti, ez a back wall cystic figure, talán itt is látjátok, itt is van egy kis cisztikus terület, tehát azért ez egy egészen más dolog. És akkor itt, na, ezt majd a második részben is mutatom, de azért már itt is mutatom, ami fontos. Ha megtalálom még egyszer, nem találom, de még egyszer visszamegyek oda.
Egy darab teljesen típusos, ez az. Itt, ez a Comet-tél artifakt. Majd még egyszer elmegyek, majd a végén lassítva is fogom mutatni, tehát most kár ezzel vergődnöm. De ugye a kórai ajánlás az azt mondja, hogy ha egy göbben van Comet-tél artifakt, azt a legkevésbé gyanús csoportba sorolják, bármit mutat a göb. Tehát azt mondják, hogy annyira jellegzetes ez a tűzcsóvaszerű mianyagaja, hogy bármilyen gyanús irányt mutató göbnél a Comet-tél artifaktnak a léte az egyet jelent azzal, hogy nem is kell megszúrni. Hát ez a kórai ajánlás, a többi rendszer ezt nem veszi így egy az egybe át, de azért nem véletlen mondták ezt a kóraiak. Tehát hogyha ilyen egyetlen egy ilyen típusos mianyagaját látunk, az már segít. Hát ez most ugyanez lassítva, nagyítva, sok-sok vonalszerű van, ugye, folyadékot tartalmazó részek mögött helyezkedik el. Ugyan dominál a granuláció, de ez azt gondolom, hogy ebben olyan nagyon nem kéne kétségbe esnünk. Na itt van, tehát itt meg is állítottam. Tehát ez egy típusos, tehát ugye itt van a kolloid kristály, és akkor mögötte ez a tűzcsóvaszerű mianyagja. Mondom még egyszer, a kóreiek azt állítják, hogy ha egyetlen egy ilyet látsz egy göbben, akkor nem érdemes megszúrni. Ez biztos, hogy típusos esetben jó esélye igazuk is van, azért nagyon gyakori, hogy a Comet-tél artifakt nem ennyire szép típusos, mint ebben a helyzetben, de ugye ennek a mai megbeszélésnek a célja ezek az intranoduláris gócoknak a taglalása, tehát ugye már láttunk itt backwall figurt, az előbb láttunk nagyon gyanús mikrokalcifikációt, itt a Comet-tél artifakt, tehát már a 4 vagy 5 lehetségesből már 3-at láttunk. Tehát ez egyébként persze nagyon könnyen félreértelmezik. Tehát itt is megnézitek, itt előtte világosan ez egy echo-mentes rész. Nem kell hozzá nagy ciszta. Tehát itt van egy jó nagy cisztikus terület, itt mögötte kevés a kétségünk. Itt lehetne, csak azt mondom, hogy ha az egészet nézi az ember, akkor erre vétek azt mondani, hogy ez mikrokalcifikáció. Nem tudom, érthető ez, átjön-e ez így. Na most egyébként nem véletlen, hogy ez most már a 3. ilyen megbeszélésünk, és mind a 3-szor ezek, ha más téma kapcsán is, először a cisztákról beszéltünk, másodjára az echo szegénységről, most maga ezek az intranodális képetek a téma, de mégis ez az, ami uralja, ugyanis ez az a jel, tehát gyakorlatilag a mikrokalcifikációnak a korrekt értelmezése az nagyon fontos a gyakorlat szempontjából. Tehát az, hogy most szabálytalan a határa, meg toller than white sign, meg van egy rakat ilyen jelünk persze, de azért a kritikus dolog az a mikrokalcifikáció korrekt értelmezése. Hát nem tudom, van ezzel a második esettel kapcsolatban kérdésetek? Nincs? Hát akkor ma gyorsan haladunk, akkor megyünk a 3. Azt mondja, hogy ez jobb lebeny egy nagy cisztikus göb, és akkor a göb alatt van egy mérsékelten összeg egy másik. Tehát itt a cisztikus, és akkor itt, csak már mindjárt folytatom, tehát itt van a nagy cisztikus göb, itt meg ez a, ami a mai szempontunkból érdekes. Itt harántban azt hiszem útrang vezérelt szúrás mutatok, ezért megállítom. Szóval itt nagyon nem látok előtte folyadékot tartalmazó részt. Tehát ez nem az. Tehát itt alig-alig van vonal. Ez egy benignus elváltozás lett, műtétre került a beteg, egy hiperpláziás nodulusa volt, illetve nem egy, hanem számos. Itt ez arra példa, hogy ugye a mikrokalcifikáció, de hát ugye a mikrokalcifikáció a jó undató elváltozásban is lehet, és ezért pongyol a megfogalmazásunk, mert valójában tényleg nem nagyon szokott elmeszesedni egy jó undatú göb, az a klasszikus ilyen papilla végi dolog. Az amerikai kardiológus társaság, az ACR-nek a tiratza, az egyedüliként nem is használja ezt a kifejezést, hanem azt mondja, hogy a punctate echogenic foci, ami valójában sokkal exaktabb kifejezés,
mert amikor mikrokalcifikációt gondolok, az egyáltalán nem biztos, hogy a való életben azt jelenti. Ez körülbelül ugyan pongyolaság, mint talán aki idősebb, az emlékszik rá, hogy a sebészek mindig azt mondták, hogy a betegnek adenomája van. Ez olyan rosszul hangzott, mert az adenoma egy szövettani diagnózis, ugye a follikulás adenomának, de ugye volt egy ilyen pongyola szóhasználat, ami szerintem kiment a divatból a göbbel kapcsolatban. Ez hasonló pongyolaság egyébként, amikor mikrokalcifikációt beszélünk. Szóval ezt nem lehet nem megszúrni. Ez nyilvánvaló. Itt most nincs magyarázó, mert itt ezt azt gondolom, hogy külön nem kellett kinagyítanom, de most akkor mi nézünk a nagyobbik göbben, hogy ott van-e valami eho-gazdag figura. Ez talán még itt érdekes, bocsánat, ide visszamegyek. Így tud kinézni egy cisztában hogy mondják ezt a klotot, hogy mondják magyarul az alvadékot. Tehát ez ennek a szöveti része, ez a körülbelül eho normál, itt ez a jó nagy itt körbe, ez a része, ez simán lehet, hogy egy ilyen alvadék. Mert néha egy szimpla cisztában látunk ilyet, és azt hiszük, hogy ez a mérsékelten eho szegény állomány, de valójában ez lehet az alvadékos rész. Hát itt is vannak ilyen ciszta mögötti dolgok, ezeknek nulla jelentősége. Megnézitek ezeknek a fényességét, és akkor megyek tovább a ezeknek, hát szóval ez egész más. Tehát ilyet azért vétek túlértékelni. Hát itt ez valószínűleg valamilyen kötőszöveti rész, mert sok ilyen vonal van, egy-egy pötty, ez itt a nagy göb alattiban a gyanús rész. Tehát nem feladatunk, hogy diagnózist mondjunk, a feladatunk az, hogy kiválasszuk azt a göböt, amit meg kell szúrni. Ezt meg kellett szúrni, jó undatú lett. Egyébként valószínűleg hát ez most lehet, hogy hülyeséget mondok, amit sose szeretek, amikor az ember a saját teóriáit mondja, de most akkor elnézést kérek, bevallom őszintén, hogy nem tudom, van ennek irodalma, de azt gondolom, hogy amit mikrokalcifikációnak látunk, vagy ilyenket látunk, az valószínűleg a dense, a sűrű papilla. Tehát ha elképzeltek egy szemölcsöt, egy ilyen nyúlványszerű valamit, annak a végének rosszabb a vérlátottsága, ugye az könnyen elmeszesedik, degenerálódik, de valójában lehet, hogy ez a nagyon sűrű sejt állomány az, ami akár benignus papilla, akár papilláris rák papillája, el tudom képzelni, hogy ezeknek egy része az maga a papilla, és nem feltétlenül a mikroméz. Mert ugye ez baromi nehéz szövettanul egyeztetni, hogy most akkor nézzük meg, hogy hát ezt nem lehet biológilag standardizálni. De hát ugye a hiperpláziás göböknek is legalább a 10%-ában látunk mikrokalcifikációt. Papilláris rákoknál meg 30-50% között van ez az arány. Ha indultam újra, nem tudom, van-e kérdésetek akkor ezzel a harmadik dologgal kapcsolatban. Na, valaki? Hát kérdezzél, hát hogyne, rengeteg időnk van, kérdezzél. Ez így van, ez így mondjuk, igen. Igen. Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, nem. Hát meg ugye a betegnek van egy tűrőképesség, erről a legutóbb ugye beszéltünk, hogy hányszor szúrjuk meg, ezt megszúrtam legalább kétszer, és ugye múltkor megegyeztünk, hogy a magyar beteg az ugye nem szereti azt, hogyha hatszor szurkálják. Ez nem tekintető gyanúsnak, ez a göb. Tehát itt van, hát így van, Gábor, hát ugye ez, amit a múltkor beszéltünk, hogy bárhol meg tudjuk állítani, de hogyha folyamatosan nézed a videót, akkor ezeknek nagy része nem gyanús. Tehát, hogyha ebből a két göbből valamelyikben van rák, akkor 98% hogy ebbe van, és 2% hogy a másikba. Ráadásul még egy, ami gyakorlat, hogy visszamegyek ide, hogy ugye erről is talán a legelső megbeszélésünkön volt szó, hogy hiába, hogy azt látjuk, hogy ebben a nagy göbben, ami mindjárt megállítom, hogy itt van a folyadék, de gyakorlatilag ez egy kád, amiben itt a szivacs. Tehát ha ebbe beleszúrunk, sokkal nagyobb esélye lesz nem értékelte a citrógén. Hiába, hogy direktbe ide szúrok, ez is egy vizenyős része ennek a göbnek.
Tehát valójában ilyen esetben sokkal kisebb eséllyel fogok értékelhető citrugját nyerni, hiába, hogy útrang vezérelve ezt a részt szúrom meg. Tehát ha a betegnek végtelen türelme lenne, meg élettelen favábú lenne, akkor lehet, hogy érdemes lenne mindent agyonszurkálni, meg ha a TV mindent kifizetne, vagy nem tudom, hogy milyen kifejezést használjak, de valójában azt gondolom, hogy ez a szúrandó. És akkor most még egyet mondok, és lehet, hogy egy kicsit elkalandozok, mert van egy másik eset, amit nem akartam ide most behozni, de mindjárt megkeresem, egy pillanatot várjatok. Azt mondja, hogy... Ugyanis ez két göbnek tűnik. Bocsánat, csak itt közbe keresgélek. Jó, most mindjárt mutatok egy nagyon hasonló. Tehát a következő volt a teóriám, ezt még egyszer megmutatom, annyiban, hogy lássuk, hogy ez ugye itt van a középső része a pajzsnek, itt az alsó része. Nem vagyok benne biztos, hogy ez valójában nem egy entitás-e. Tehát, hogy a cisztikus részből ez a rész, ez itt elkülönül, ez a rész, ez simán lehet szimplán a gravitáció. Most lehet, hogy hülyén hangzik, és ebben az esetben ennek kicsi az esélye, hogy ez egy pusztán a gravitáció miatt ide a szöveti állomány, meg a, nem tudom, a esetleg kolloid kristály, mégis mikrokalcifikációnak tűnik, de lehet, hogy kolloid kristály ide csoportosult. Ez egy kicsi valószínűség. De mutatok egy másik esetet, ami nem volt benne az előzetes tervben, de mindjárt megmutatom. Ha megtalálom, hogy hova kéne visszamennem. Bocsánat csak. Én elvesztem az éterbe. Hát nem tudok visszamenni a mi anyavajára. Bocsánat. Hát én majdnem teljesen nyugodt vagyok, ja, itt vagyok, jó, stop sharing. Jó, ja, visszajutottam, jó? És akkor meg akarok egy másikat osztani. Most egy honlapot láttuk, ugye? Kéz 469 van ráírva. Azt, oké. Okay. Tehát ez egy nagyon hasonló eset. Na, bocsánat. Jó. Legalábbis remélem, hogy ez az eset, amit akartam mutatni. Nem sikerült. Jó. Nem baj, akkor ez egy soron kívüli papilláris rákos eset. Jó, oké, ez nem az volt, mert egy olyan cisztát akartam volna mutatni, aminek az alján van mikrokalcifikációnak tűnő rész. De hát nem ez, nem ez. Nem baj, ez egy papilláris rák lett. Tehát egyébként az első esethez, ami Hashimoto-nak bizonyult, azért ez finoman szólva is hasonlít egyébként. Tehát itt valójában a kettő között, ha erőszakot tennénk magunkon, lehet, hogy tudnánk különbséget tenni, de valójában a útrangos megjelenésben nagyon-nagyon kicsi különbség van. Ugye, ráadásul ez is Hashimoto-s lett, tehát ez a jobb leveny, ami nem volt tumoros, itt mérsékelten ahhoz szegény területek vannak, és a betegnek igazolt Hashimoto-ja lett szövette annal is, és ezzel a bal levenyben ez lett a papilláris rák itt. Hát ez azért lényegesen gyanúsabb, mint az első eset, de hát nem lényegesen, gyanúsabb. Szóval ez a klasszikus mikrokalcifikáció. Mondjad? Hát Zoltán, most fölveszem a varázssapkámat, és körbe rajzolom neked, fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Ez a másik, erre mondtam, ugye a kettes számú esetnél, amit mutattam az előző előttinél, hogy teljesen szabályosak voltak a göb határai. Tehát azért nem mondom, hogy mindig így néz ki a papillárisság, de ennél egyszerűen képtelenség megmondani. Ugye ez egy infiltratívan terjedő elváltozás, itt fogalmam nincs. Hát ezt nem lehet megmondani. Körbe lehetne rajzolni, hogy valószínűleg itt van, de ez egy multifokális mérgyavaja lett papilláris rák, ez totál reménytelen szerintem megmondani a határokat. Oké, van az enkapszulát, meg a papilláris ráknak egy jelentős része viszonylag jól körülhatárolt, hát ez nem az volt. Ez nem az volt, ezt nem lehet megmondani.
Hát itt erre azért ez most túlzás, de azt gondolom, hogy ez ugye ránézésre elég valószínű papilláris rák. Tehát itt valójában az ultrahang lehet a citrom után kevésbé lesz érdekes, de hogyha valamit kéne mondanom, akkor mindjárt megállítanám mondjuk itt. Ezt lemérném, hogy egy, mit tudom én, 17 mm legnagyobb átmérőjű területen egy EO-szegény, számos mikrokalcifikációt tartalmazó, szabálytalan határú göb, vagy göbszerű rész látható, tehát leírnám. De úgy írnám, hogy egy ekkora területen, tehát lemérném ezt a legnagyobb átmérőt. Tehát én ezt így leletezném, hogy a balenyben, a középső harmadban egy, mit tudom én, 17 vagy 19 méter legnagyobb átmérő területen EO-szegény mikrokalcifikációkat, számos mikrokalcifikációt tartalmazó szabálytalan határú göb. Tehát ezt így írnám le. Ezzel a esettel kérdés. Aha. Igen. Most lassítva elindítom. Egyébként mondom, hogy itt ezzel a beállítással, ha valaki a videókat nézi, bármikor itt le tudja lassítani a sebességnél. A kérdésedre nem fog tudni válaszolni exakt módon. Simán lehet, hogy ebben van kötőszövetes rész. Az is lehet, hogy van egy-egy olyan, de hát valójában ez most segítségül hívom a Kovács Gábort, meg a Tóth Gézát, meg biztos van radiológus is köztetek, hogy valaki meg tudja helyettem ezt a kérdést válaszolni? Szóval nem tudom, tehát itt van egy olyan benyomás, hogy ez lehet, hogy van közte, például ez a kevésbé fényes, például ez. Ez lehet egy kötőszöveti rész, akkor itt is van egy ilyen mianyavaja, de valójában az ember ugye igyekszik a fától, nem az erdőtől, vagy mitől látni a fát, vagy hogy kell ezt mondani. Szóval ez az, amit uralja az embernek a benyomását, ezek a 90%-ban ilyen kerek granulációk. Lehet, hogy némelyike kolloid kristály, nem tudom, elvben mondom, az a teória, és még egyszer a koreaiakra hivatkozok, hogy kolloid kristály egyenlő kométér artifakt, vagy van farka, vagy nincsen farka, az egyenlő benignus elváltozással. Ami kicsit furcsa, mert ugye ez azt föltételezné, hogy más a viszkozitása egy papilláris, cisztikusan degenerált papilláris ráknak. Van erre egy rakat adat egyébként, tehát biztos, hogy van ebben valami, tehát elben, hogyha az irodalmat hívnám segítségül, azt mondanám, hogy ebben nincsen kolloid kristály. Tehát az irodalom szerint ebben nem lenne. Hát nem tudom, nem akartam kitérni a válaszodat, de lehet, hogy részbe kitértem, nem tudom, hogy elfogadható, amit mondtam? Igen. Most ez egyáltalán baj, és most olyan fölényesen beszéltem, szóval most, mint hogyha én ezt érteném. De mondok valamit, ami nálunk sokkal okosabbak a ACR, a American College of Radiology. Annak a tiraca, aki azt mondja, hogy nem lehet elkülöníteni a farok nélküli, tehát a komet, a tail nélküli kolloid kristályt,
és egy kategóriával hozza a, úgy mondják, hogy a short tail kamettér artifaktot, ahol legfeljebb 1 mm-es farka van mondjuk egy ilyennek, tehát ennyi kb. 1 mm, az ugyanaz a kategória náluk, mint a mikrokalcifikáció, és erre azt mondják, hogy punctate echogenic foci, vagy focus. Tehát mondom, van egy olyan, az egyik legismertebb, legelismertebb tirac, ez az ACR tirac, meg az hozzátartozó guideline, az azt állítja, hogy nem is lehet elkülöníteni, annyira gyakori az interpretációs különbség. Tehát azért mondom, hogy ez a kettő, amire rákérdeztél, az mondom, nagyon okos emberek szerint nem is érdemes elkülöníteni. A tradíció szerint el kéne különítenünk, és Európában, meg a világ nagyobb részén használják ezt a mikrokalcifikáció kifejezést, amire az előbb utaltam, hogy pongyolaság, de azt gondolom, hogy nem véletlen mondja az ACR, hogy ezt egy kategóriába sorolja, mert azt gondolja, hogy az esetek igen jelentős részében nem különíthető el. Szóval azért mondom, hogy ez nem atomfizika. Mondom, az egész dolog, sose felejtsük el, a tét az, hogy megszúrjuk-e vagy nem. Legcsekélyebb kétség esetén beleszúrunk, kész. Tehát azért, amit múltkor beszéltünk róla, hogy most a fától nem látjuk az erdőt, a végén azért el kéne felejteni az egyes fákat, hanem valahogy kéne előbb-utóbb mindenkinél ki fog alakulni egy benyomás egy göbről, ami időnként nem lesz helyes, nem érdekes, fölösleges szúrásnak semmi negatívuma nincsen. Tehát nem arról szól, hogy ezt most nekünk meg kell mondanunk. Azért, ha ilyet látunk, azért megmondom, ez nem a mai téma, ez az utolsó előadásnak lesz a témája, amit lassan elkészülök, főtöltöm, az integráció fejezetnek. Megmondom, mikor van ennek jelentősége. Negatív citológia esetén, mert lehet negatív citológia, ott egyértelmű, hogy az útrangot, ha mi látjuk, és nem a leletet látjuk, hanem magunk látjuk, akkor megkérdőjelezhetünk, vagy időt esetben meg kell kérdőjeleznünk a negatív citológiát. Tehát én néha összeveszek magammal, mert citrógusként azt mondom, hogy negatív, útrangosként meg azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy negatív. Nyilván itt nem arról van szó, hogy az ember a képet félreértelmezi, mert a fals citrógiák két harmadánál a mintavétellel van gond. De ez egy már egy szofisztikáltabb, meg hogy mondjam, egy eléggé advanced dolog, hogy az ember a citrógiát fölülbírálja. Nem is erről van szó, hogy fölülbírálja feltétlen, de ritkán az is igaz, hanem hogy itt, ha egy ilyenből kapunk egy jó indatú citrógéletet, azt gondolom, hogy igen, némi kétségünknek kell támadjon. Tehát ugye ez az utolsó fejezetnek az lesz a cím, hogy integráció, ami nem azt jelenti, hogy most feltétlenül, hogy hogyan kombináljuk össze az egyes jegyeket, hanem hogy az egyes diagnosztikus eredményeket. Tehát azért nagyon jó, hogyha a döntési helyzetben lévő klinikus látja, mert ilyenben minden évben egyszer-kétszer én belefutok, hogy egy ilyen, vagy hát ha talán nem is ennyire gyanús, de előfordult már ilyen is, negatív a saját citrológiám, és mégis megműtetem, vagy legalábbis visszaírom 3 nap múlva, vagy fél év múlva, itt a Gábornak a kérdésére még egyszer válaszolok, inkább fél év múlva, és még egyszer megszúrom, mert hogy erős kétségem van. Ez egyébként a protokollban is van ilyen, nem mindegyikben, most meg nem mondom melyikben, mert ezt most nem tudom, de van olyan, amelyik leírja azt, hogy másként kéne kezelnünk a útrangon gyanús göböket a kontroll szempontjából, mint a nem gyanús göböket. És ez egy abszolút életszerű hozzáállás. Más kérdés ezzel a esettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor megyünk. Hát így. Hát nem tudom, szóval volt már olyan beteg, akinél mit tudom én, 4-5-ször megszúrtam. És hát ugye ez ugyanaz, mint amikor a betegben van szorongás, és egyszer ott van a kérdőjel a fejébe, akármit csinálnak, előbb-utóbb elmegy a műtétre. Most ha a saját szőnkben ott van a kérdőjel, akkor azért az lehet, hogy előbb-utóbb elvisz a műtétbe. De például az előző Hashimoto-s példát mondom. Hogyha egy Hashimoto-ban látunk egy ilyen területet, egy fél év, két év alatt lévő kontrollnál azt látjuk, hogy csökkent ennek a szerkezeteltérésnek a mérete, akkor fölélegzünk.
Tehát a kontroll azt gondolom, hogy egy olyan diagnosztikus eszköz, az ellenőrzés, amit külön néven kéne nevezni, mert van az első vizsgálatnál a részeredmény, és egy külön részeredmény az, hogy összevetem a egy vagy két éves ellenőrzés útranképét a korábbival. Ez egy plusz információ. Ezzel nyugodtan élhetünk, mert nem emlődaganattal foglalkozunk, mert tüdődaganattal, ahol két év alatt veszít valaki valamit, hanem a papilláris daganattal, ahol egy-két év veszteségnek egyszerűen semmilyen kimutatható negatívon nincsen. Tehát a dolog egyrészt szól amellett, hogy vetessük ki, másrészt meg azt gondolom, hogy a sietség mellett meg semmi nem szól. Hát megint nem biztos, hogy megválaszoltam a kérdést. Tehát például a legelső esetre, nem, a legelső adásomban már hivatkozott betegre hivatkozom, akinél egy Hashimoto igazolódott göbmentesen, legelső adásom mutattam be, a Csajbók Évi küldte, azon két napig agyaltam, hogy most erre a negatív citogérre mi a nyavaját mondjak, megnéztem háromszor az útrang felvételt, nagyon így nézett ki, azt mondtam, hogy mégis a lehetre azt írtam, hogy a citrog és az útrangkép egybevesítése alapján papillás dagant lehetősége nem zárható ki. És hát műtétett és hasimótója lett. Hát szóval nem tudom, biztos, hogy másként áll az ember hozzá egy 68 éves embernél egy berékletként talált 12 méteres göbhöz, mert hát szinte biztos, hogy semmit nem fog vele veszíteni, még ha rák, akkor se, ha nem ütetjük meg, és más egy 20 évesnél, ahol azért egész más a fals negativitásnak a hát a lehetősége. Más kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor nekem azt írta, hogy 5 perc múlva befejeződik ez a rész, akkor átmegyünk a másikra. De ha véletlenül megszakadunk, akkor átmegyünk a másikra, jó? És akkor azért belekezdek a nem tudom, hanyadikba, negyedik esetbe, igen. Azt mondja, hogy hát persze, hogyne, Éva. Igen. Aha. Aha. Stimmel. Hát persze, tehát az mindig örömet okoz, csak ezt ugye beszéltük is annak idején, hogy nekem ez egy nagyon nagy tanúság volt, mert Hashimotóban ritkán lehet látni ilyen dolgot azért, vagy viszonylag ritkán lehet látni. És azt hiszem, hogy annyit beszéltünk erről, hogy előkeressem még egyszer, hogy megtalálom-e itt gyorsan. Ez nem az, mindegy. Nem találtam meg. Jó, mindegy. Jó, akkor megnézzük, ahol vagyunk. Mondom, viszonylag hamar meg fogunk szerintem szakadni. Nem tudom, mennyi idő van még, de ha egyszer csak elhallgatunk, akkor megyünk a második meghívóra. Azt mondja, hogy nem, ez már volt, mondja. Hát itt ezt látjátok, 089-es. Ezt látjátok? Jó, oké. Okay. Hashimotója van, érdekes, már csak azért, nem ez a téma, de ez a nem a abszolút pregnáns Hashimoto, de itt számos kisé, ehhoz szegényebb, szabálytalan területet látunk. Ez a klasszikus Hashimoto. Nem mondom, hogy egy drámai mértékű, de legalább olyan 20%-ban ilyen mérsékelten ehhoz szegény területek vannak. És ez a másik oldalon ez egy papilláris rák lett a bal lebenyben. Itt a Balázsnak az előző felvetésére van egy példa, hogy hát azért attól, hogy valami mikrokalcifikáció lehet más is, itt nagyon sok a viszonylag vonalszerű képlet.
Na, itt megállítom, majd erre figyeljetek legközelebb is, vagy a lassításnál. Ez egy hangárnyék, úgyhogy nem látjuk az eredeti meszet. Hát ezt nem gondolom, mésznek. Itt van egy hangárnyék, ami viszonylag kicsi meszesedés mögött lehet, nem mikromész mögött, de a durva meszesedés, ugye erről a intranodulális figuráról még ma nem volt szó, a durva meszesedésnek egyetlen egy biztos jele van, hogy hangárnyékot ad. Tehát, de itt most persze nem ez a fő téma. Itt az a kérdés, hogy ezek a apró vagy nagyobb, de 1 mm-nél nem nagyobb pöttyök, ezek valójában mikrokalcifikációk, vagy hogy a nyavajába kéne ezeket értékelni. Itt most csak a bal levelet mutatom lassítva. Ugye itt van ez a hangárnyékos rész, tehát ugye ezt, ha nézitek, nem látok előtte egy durameszes gócot. Na most itt megállítom, lobulált a felszín. Itt vagytok még? Szóljon valaki! Nem vagytok itt? Jó, akkor megszakadtunk. Itt vagytok? Azt hiszem, én ezt elcsesztem, megmondom miért, mert a második találkozónak az időpontját, ugye ez a hülye izé nem európai időt adott meg, 21-5. Igen, megmondom, bocs. Jó. Nem, az a baj, nem azt mondottam már, hanem hogy a következő adás időpontja 21.50. Most azt írtam be, ugyanis nem magyar idő szerint adja meg, és elfelejtettem átírni. Úgyhogy most mondjuk, hogy ketten hogy tudunk beszélni, azt ne kérdezz, hogy miért tudunk beszélgetni, mert az előbb meg megszakadtunk. Na már mindjárt megpróbálom. A rossz esetben küldök egy új meghívót, az egy 5 percbe fog tölni. Igen, mert én is úgy találtam, hogy visszamentem ugyanoda. Na de mindjárt megnézem, hát ha el... Igen, most egyre ketten vagyok, de mindjárt megnézem, mert hát ha el tudom indítani a másikat. El tudom indítani. Na, akkor most elindítom. Szerintem a második meghívóra menjél rá.
menjél a másik meghívóba, próbáld meg. Ha nem, akkor fogok küldeni egy újabb meghívót egy újhoz. Haló? Oké. Akkor vagyunk már egy páron, ugye? Jó, azért, mert itt én csesztem el, megmondom én, mert 21.50-et adtam meg a következőnek, nem 20:50-et, de azért úgy látom, az emberek szép lassan föltalálják magukat. Jó. Hallotok? Jó, oké. Jó, csak már az előbb a Zsuzsával, Valkó Zsuzsával visszamentünk, az előző megbeszélés nem tudom miért visszaengedett minket, de megvárjuk, hogy ő is ide kerüljön. Na, fölhívom, mert őt ha nincs még itt. Bocsánat, csak Zsuzsát szörítem, a Valkuszt, mert az előbb. De a második meghívót nyisd meg, mert most már itt van mindenki szinte. Tehát a... Nincs még egy, na várja, akkor, mert egymás után küldtem, mindenki megkapta, valami furcsaság lenne, hogyha te nem kaptad volna, mert mindenki megkapta. Nézd meg, hogy ugyanott, ahol rákattintottál, nincs egy másik, de elküldöm, megpróbálom elküldeni. Oké. Okay. Jó, na jó, bocsánat. Figyelj, ha nem sikerül, akkor neked külön beszélünk, jó? Nem esküszöm meg, hogy sikerül, de megpróbálom küldeni egy meghívót. Jó, oké, okay, mindjárt megpróbálom, Zsuzsa. Jó, szia. Bocsánat, a Valkó Zsuzsa nem találja a második meghívóját, úgyhogy elnézést, más kis tökölés, de próbálok neki küldeni egy meghívót, hát ha sikerül. Azt mondja, hogy... Hát... Hát nem tudok neki, jó. Jó, na akkor elmondja, akkor Valkó Zsuzsa nélkül folytatjuk, mert valamiért nem találtam meg a meghívóját, én meg nem tudok újabbat küldeni egy meglévő elkezdett meetinghez. Úgyhogy akkor megyünk ez a negyedik esethez. Akkor visszamegyek, tehát ezt a 089-es számot látjátok, ugye? Aztán nem látjátok. Jó, akkor megpróbálom még egyszer. Most látjátok. Na, hát ez érdekes, eddig ilyen nem volt. Nem videót láttok. Senki sem lát videót? Jó, akkor próbálom korrigálni. Hát ez furcsa, amikor... Jó, mindjárt gyerekek, valahogy megoldjuk. Share content. Ez fura, valamiért ez most nem enged. Bocsássatok meg, ez most a tökölés. Na. Itt vagytok még? Hát ez valahogy azt írja, hogy még egyet nem enged megosztani. Nem látok videót. Videó? Nincs videó?
Gyerekek, akkor azt kérném, hogy csatlakozzunk már újra. Vagy nem tudom, mit lehet, mert én azt csináltam, mint az előbb, és nem hagyja. Várjátok, még megpróbálok még egyet. Stop sharing. Jó, és akkor most még egyszer megpróbálok. Na most, van videó? Stop sharing all applications. Még egyszer megpróbálom. Most egymást látjuk? Nagyszerű. Akkor most még egyszer megpróbálom. Videó, nem videó. Egy másik kép. Jó, állatok, ebből kilépek. Most sincsen? Jó, akkor nagyszerű. Na, akkor nem tudom, mi történt végül is. Ez a... Most látjátok a 089-es számot? Nagyszerű. Jó, akkor elindulunk. Na, tehát... ugye ennek a betegnek a másik oldalán látunk egy Hashimoto-s dolgot, és itt van ez a mérsékelten ehhoz szegény göb, amiben vannak vonalak, pöttyök, és van ez a durva messzesedés, aminek nem látjuk a primér fókuszát. És akkor itt állítottam meg, az előbb, itt szakadtunk meg, hogy ennél a göbnél ez egy világosan szabálytalan határ. Tehát ez egy lobulált felszínű göb. Itt is van egy kis szabálytalanság benne, de ez tök egyértelmű, tehát ezt nem lehet ilyen határon belülnek tekinteni. Ugye erről nem beszéltünk a anyagban, ami az interneten fönn van, bent van, minden egyes guideline ezt a jelet, ezt a szabálytalan, lobulált felszínt ugyanolyannak tekinti, mint a mikrokalcifikációt, vagy a Toller-Denbight sign-t. Tehát ugyanez az eddigi megbeszéléseink mindig ezekre a pöttyökre voltak kihelyezve, de hát itt most mutatok egy másik gyanús jelet, ezt a szabálytalan szélt. Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy sehol nincsen számszerűsítve, hogy mi az az egyenetlenség mérték, amit kórosnak tekintenek. Tehát lehetne ezt a kiemelkedést itt lemérni, mondjuk, hogyha így csapnám le a göböt, akkor mondjuk ez lenne mondjuk 3 mm, és vetítsük a releváns sugárhoz vagy átmérőhöz, vagy mondjuk meg, hogyha a legmélyebb és a legmagasabb pont között van 2 méter, akkor az a kóros. Nyilván nem véletlen, mert nem az a célja ezeknek a guideline-oknak, hogy az embert beleőrítsék abba, hogy itt elkezdjen ilyeneket méricskélni, de valójában pont azért, mivel ezt a egyébként abszolút, hogy mondjam, felhasználóbarát lazaságot megengedik maguknak, ez egyet jelent azzal, hogy ennek is elképesztő nagy az interobserver variációja. Ezt nem kétséges, hogy lobulált, irreguláris felszínekkel tekinteni, hát itt, hogy ezt, meg ezt annak kell tekinteni, hát ez biztos 10 vizsgáló 6féleképpen értékelni. Nem tudom, átjön-e a képben ennek a lobuláltságnak a problematikája. Jó. Mindjárt elindítom még egyszer. Ez eleve lassítva van. Jó, elindítom még egyszer. És akkor most ne másra figyeljetek, csak a göb határára. Hát itt eddig nem jött ki. Ez hozba fog kijönni, tehát harándba ez... Tehát itt azért talán kijön, tehát ha mi nézitek ezt a részét. Tehát nem minden helyen lehet látni, de például itt egy éles rész, tehát itt amikor valami göb elmosódott és technikai probléma, de itt azért ez egy világos hullám van itt benne. Na most én, mikor Mátraházán szerveztük ezt a nemzetközi továbbképzést, ahol többen is voltatok itt előadóként, meg hallgatóként is,
akkor én beszélgettem a nálunk okosabbakkal, és hát mindegyik azt mondta, hogy hát persze fontos ez az irreguláris felszín, meg fontos a taller than wide sign, de a nagyatya úristenek és a gyanús jelek közül a királynak az abszolút fontosnak azt a mikroklasszifikációt tekintik, és hát azt mondják, hogy a